Hát, üdvözöllek benneteket ezen a csodálatos, hogy is mondjam, viharos időben. A hajamat ne nézzétek, látom, hogy nagyon szarul néz ki. Gyakorlatilag a tegnapi csodálatos időhöz képest, amikor egy rövidújú pólóban és rövidújú nadrágban voltam itt, nagyon jó idő volt, de mára, hát már csöpög az eső. De gyakorlatilag még a gépátvétel tart, én még autóba se ültem a mai napon. Ez az év első versenye, ez mindig ilyen szokott lenni. Mennek a szabad edzések, mindenki megy egy kötelezően egy kört a pályán gépátvétel után. Nekem sikeres volt a nevezésem, ugye volt egy kis kérdés az autó átalakításával kapcsolatban, azt feltettem a versenybíróknak, azt mondták, hogy jó lesz, úgyhogy elmentem nevezni, de erről majd később fogok beszélni. Egyelőre imádkozunk, hogy ne legyen felhőszakadás, eső, vihar, ami egyébként tavaly volt, de ugye tavaly nem versenyeztem, csak néző voltam, és hát az autóban ülve néztem végig a versenyt, amikor éppen volt, mert hát van olyan, hogy az eső miatt leállítják a futamokat. A pályán már most van valahol egy pocsolya, és az pont egy viszonylag gyors kanyar, ő lenne ott. Ott már elég sokan kicsúsztak, még a szabad edzésen hozzátenném, de majd meglátjuk. A szélzajért előre is elnézést kérek mindenkitől, hiába van szélzajszűrő a mikrofonon. Ekkora szélre azért ő sem képes, hogy ekkora szelet kikompenzáljon, úgymond. De majd meglátjuk nap többi részén, mi fog történni. Egyébként, ha megnézitek, egészen onnantól végig versenyautók állnak a pályának addig a részéig. Gyakorlatilag ugye ez a pálya egyik oldala, az a másik oldala, hogyha egy ilyen négyszöget rajzunk a pályára, és ott végig autók állnak. Egyébként ez a Rábot 5-ösi pálya, egy viszonylag kisméretű pálya, tehát itt a vége, ott a másik vége. Gyakorlatilag elmenjünk erre, megfordulunk, visszamegyünk ugye egy-két trükkösebb S-kanyar beiktatásával, de lényegében ennyi lenne az egész pálya. Ez viszonylag, még egyszer mondom, egy rövid pálya. Amúgy csodával határos módon annyit sikerült elintéznem idén ezen a versenyen, hogy már odaadták szombaton az autómentőt, mert most nem trélerrel hoztam az autót, hanem autómentővel, úgyhogy már tegnap este lehoztam ide az autót. Így van, ők már bizony a széria nagy kategóriás autók. Tehát tegnap este lehoztam ide az autómat, itt is volt, én nyilván hazamentem aludni, de egyébként nagyon jó bulik szoktak lenni a verseny előtti éjszakákon, estéken, mert többen vannak már, akik lenne alszanak a pályán, és egyébként ezt nagyon szeretem ebben a sportágban. Hát igen, pont itt van az a kis sárdarab. De most már elég vissza, mert lassan én következek. Tudom, egy kicsit furcsa lehet, hogy most ezt itthonról mondom el nektek, és nem vagyok ott a versenyen, de higgyétek el, nagyon durván fújt a szél, később majd még lesz róla szó, és nem volt egyszerű mondanom bármit is, hiszen nem hallottatok volna nagyjából semmit, plusz elég nagy volt már a zaj a verseny során, főleg ott a nézők között, és nem volt mindig lehetőségem átsétálni a pálya túlsó végére, mert ugye folyamatosan mentek a futamok. A gépátvételre mondhatnám, hogy az úgy sikerült, ahogy, de ez nem lenne igaz, mert egyébként a gépátvételek azok megyünk egy kört és kész, mint ahogy láthattátok az előbb, de nagyon sok autó esetében, mivel ez a pálya kifejezetten nagyon, de nagyon gödrös volt, ezt annyi úgy képzeljétek, hogy nagyon gödrös, hogy simán készültek olyan fényképek autókról, hogy minden négy kerekük a levegőben van, láthatjátok is őket, egyszerűen ugrált az összes autó a pályán, köztük ugye én is. Volt olyan autó, amelyik nem tudta befejezni a gépátvételt, mert szó szerint széthullott az első felfüggesztése, legalábbis ezt mondták nekem, és így egész nap nem is versenyzett, szóval ez eléggé rosszul jött ki neki. Nekem ez annyiban jelentkezett, ez a rengeteg gödör, hogy szó szerint a gépátvételen, tehát abban az egy körben, amíg mentem a pályán, tönkre ment az autónak a jobb első, bal első legcsillapítója, kifolyt bele teljesen az összes olaj, tehát gyakorlatilag az nem csillapított semmit. A jobb oldali meg már egy jó ideje volt görbülve, azt láttam, hogy ugye ferdén állt a kerék, kicsit befelé meggörbült, tudjátok, amiatt a nagy ütés miatt, ami egyszer erről az oldalról érkezett. Szóval kapni fog két új lengéscsillapítót, a fehér Suzuki egyébként, és ami ebben van kinda jó, de egyébként használt lengéscsillapítók pedig bekerülnek ebbe. Egyelőre, ja, az a legolcsóbb megoldás. Mindegy. Bízzátok rám, az a lényeg, hogy annyira gödös volt a pálya, hogy lengéscsillapítás nélkül össze-vissza pattogtam, de más is, szerencsére, de én is nagyon, és ezt láthatjátok is már is az első futamomba. Hú, az hogy meg van emelve? Na, az persze nem ér le a pályán. Vigyázzon kell az autó elejére,
ilyen nyúlvány sérülése vagy hibája miatt. Vigyázzon ki az autó hátuljára a kipufogó miatt. Vigyázzon ki az autó oldalára a kerekek és a felfüggesztés miatt. Szóval, ja meg az aljára, mert bármi leéred. És gödrös a pálya, szóval sehogy nem jó. Az lenne a legjobb, ha hozzá se érnék senkihez. Amit én lehet, hogy tudok garantálni, de más se akarja nekem jönni, és ezt nem tudom, és ez a baj. Nézzétek meg! Ez volt, ez a két teleszkóp volt ebbe az autóba. Fölfele még hagyján! De ezt itt elengedem. Leesik. Lefele semmit sem fog. Tudom, hogy igazából nem lefele kell csillapítani, de nem is kéne lefele esnie, meg amúgy szörcsög, ahogyan próbál mozgatni, úgyhogy biztosan rossz. Ez a teleszkóp meg... Látszik a tengelyen, hogy kicsit így oldalasan, nem középen van a lyukba is. És szorul. Tehát ez, őt lefelé le tudom nyomni, fölfele nem jön, abszolút. Rugó kihúzza, de nem, tehát összehasonlítottam, most 4 darab volt, összesen 6 darab volt itt, össze tudtam őket hasonlítani egymáshoz. Hát ezek a legrosszabbak, tehát ez full katasztrófa az egész. Egyébként nem mondtam az előbb, de egyébként ahogyan láthattátok a versenyben, és többször a hatalmas nagy gödröknek köszönhetően akkorákat ugrott az autó, hogy a váltó az kiugrott üresbe, tehát egy verseny alatt többször is, és ez egész nap ismétlődött. Tehát sokszor volt az, hogy egy kézzel muszáj volt fognom a váltókart, és másik kézzel pedig tekerni a kormányt, ami egy gödrös pályán
nem a legjobb. De ugye van itt nekünk egy olyan problémánk, hogy az első verseny után úgy jöttem ki, hallhattátok is, hogy nagyon durva a köszörülő hangja van valaminek, az annyiból állt, hogy ezt a lemezt konkrétan behajtogatta valami ide teljesen rá a doblemezre, sőt ugye a hátsó része még mindig ott van, el is szakadt egy ponton, úgyhogy ez nem jó, semmiképp sem jó nekem, mert bármikor ez az éles rész belér a kerékbe és kivágja. Tehát ezt a darabot innen le kell cserélnem, mert amúgy is már, hát már kapott rengeteget az élettől, ez a fele is teljesen benn volt, mint ahogy láthatjátok, két verseny között meg is próbáltam gyorsan kijavítani, csak annyira, hogy a kerékben ne érjen bele, igazából csak a kereket próbáltam védeni. De nem probléma, mert hogyha hátrövök ide a roncsterepre, akkor hát egy erősen korrodált darabot, de egy pontosan idevaló darabot találok is. Ezt még korábban kaptam egy ismerősömtől, aki lecserélte a saját autóján ezt, és odaadta nekem, mert mondtam neki, hogy ez egyszer még talán nekem jól jöhet, és eljött az idő. Fak, hogy ő most felkerül ide, szóval ez az elem is fehér lesz. A második futam nagyjából ugyanúgy alakult, mint az első, semmi érdekes nem történt. Annyi különbséggel, hogy ott már volt egy kis csetepati, de tényleg csak egy kis minimális, aminek köszönhetően elhagytam a teljes lökhárítómat, ami egyébként meg van benne az autóban, tehát hazahoztam, viszont ide már nem fog visszakerülni, le fogom szedni innen ezeket a maradék vasakat is, és valószínűleg be fogom fedni lemezzel, azzal a lyukatott lemezzel az egész elejét, hiszen megvan az egész tábla, csak annyit használtam el belőle, és innentől kezdve ilyen lesz az eleje. Én ugye szerettem, hogy rajt volt a gyári lökhárító, mert az adta meg a formáját, attól nézett ki az autó annak, ami attól volt felismerhető, mert szerintem ezt a formát mindenki felismeri itt Magyarországon. De igazából már a futamnak is úgy estem neki, hogy itt kettő csavar, fönt meg kettő kábelkötegelő, meg itt néhány önvetsző csavar tartotta az egész lökhárítót, tehát már tényleg nagyon minimális volt a tartása. És egyébként plusz izgalmat tett bele a versenybe, hogy én ugye nem tudtam, elhagytam a saját lökhárítómat, amíg a következő versenyen át nem mentem rajta, illetve az előttem lévő fel nem verte nekem a szélvédőmre, mint ahogyan azt itt láthatjátok is, nem történt semmi probléma. Azon kívül viszont az óriási nagy célnek köszönhetően, ami egyszer csak felcsapta a motorháztetőmet, miközben valamit kerestem vagy szereltem a motortérbe, megrepett a szélvédő, sajnos. Ettől függetlenül a szélvédő marad, az ablakok maradnak, hiszen a repedés az nem zárja ki, hogy ne használhassam, csak a törés, úgyhogy továbbra is versenyezhetek, annak ellenére, hogy egy kicsit meg van repedve a szélvédő, de tényleg nem nagyon, csak egy kicsit. Szerintem nem is látjátok olyan kis mértékben. Mindegy, az elejét meg fogom csinálni, és valószínűleg most már tényleg el fog készülni a kartervédő az aljára, ami egy vastagabb lemezből készül, és innen indul, és a kis összekötő darabomig ér. És talán az megfogja, hogy ne kelljen minden egyes verseny után visszahajlítanom egyenesre. És végül már csak egyetlen dolog maradt hátra. Nagyjából. Az pedig az a defektes kerék. Aminek egy elég vicces története van. Viszont kerék van. Viszont ennek a történetét nem tudom nektek megmutatni, csak elmondani, hogy mégis mi történt. Egész pontosan tudok róla mutatni egy fényképet. Hát igen, ez egy érdekesen sikerült kanyarodás volt. Nem tudom, hogy a defekt hatására állt a két kerékre az autó, vagy a két kerékre állás hatására lett defektem. Az is lehet, hogy nincs defekt, csak lefordult a felnyiről a gumi, és elvesztett a levegőt. Nem tudom, egyelőre kicserélem, leveszem az autóról. Fölteszem idejében ezt a kereket, egyébként ezzel vettem az autót, érdekességképpen. És utána a végre gurulóképes állapotban lesz, úgyhogy be tudok majd vele menni a garázsba és az aknára is, hogyha esetleg szükségem lenne rá, na de akkor cserjük le azt a kereket. Ó, azt eddig észre sem vettem. Hiányzik belőle a szelep. Ezért eresztett le. Úgyhogy valószínűleg ez a gumi még jó lesz, talán. Egyelőre fönt van az. Akkor csak egy szerepet kell bele szereznem. Talán. Remélem. És egyébként az ok, amiért erről nem tudtam felvételt készíteni, az az, nagyon egyszerű. Meg is tudom talán nektek mutatni. Nem. Így. Így már inkább, hogy itt lenne a kameratartó. Tehát ott, és itt van felfogható a bukócsőre, és valahol itt középen van a kamera. Ez ugye kettő hosszabb csavarral van megoldva, hogy ilyen szép stabilan itt álljon. Egyébként verseny közben abszolút nem mozog a kamera. De ugye, mint ahogy láthatjátok, ez most nincs itt, és ennek nagyon egyszerű oka van. Ugye? Ez a rész. Jó rozsdás, de legalább egyben van. Azt hittem, hogy neki mentem egy partoldalnak, másik autónak, akárminek, és benyomta ezt a lemezt. Később kiderült, hogy nem erről van szó. Alánéztem az autónak, és kiderült, hogy kiszakadt a lengőkarom. Úgy ott van.
Tehát az a két csavar, ami a kamerát tartja, az most pillanatnyilag a lengőkar tartja, mivel ennek az autóknak eléggé típushibája az, hogy szeretnek kiszakadni a lengőkarok. És ez nekem is így történt, hogy az a két csavar gyakorlatilag menetesre együtt kiszakadt a helyéről, és ennek következtében ez a kerék előre-hátra mozgott, mivel ez a fele nem volt felfogatva a lengőkarnak, ezért szabadon tudott mozogni. És gyakorlatilag ez a kerék, mivel előre-hátra mozgott, általában inkább hátra, hogy az ütések miatt, teljesen behatpasztotta ezt a kerékjáratot. Szóval itt nem tudtam más csinálni, mint kifúrtam egészen a padlólemezig felfele az alvázat, padlólemezt megnagyobbítottam, hogy ne a padlólemezen fogjon a csavar, hanem alatta az alvázon, és szó szerint egy vagy kettő átmenő csavarral, amit találtam, és ez a kameratartó csavar volt, azzal lefixáltam a lengőkarokat. Erre azt mondták, hogy ez nagyjából örök lesz, azok ugye 8-as csavarok, majd itthon szépen levágom a végüket, ez ott egy ilyen ideiglenes, gyors megoldás volt, és egyébként bírta is a harmadik futamot végig, ahol ugye csak az a kis borulásos, majdnem borulásos történet volt, illetve azt a kis összekötő darabot, hát azt megint vissza kell kalapálnom előre. Belülről ez így néz ki, kettő darabjuk a padlólemez végénél, amit egyébként ez a szőnyeg eltakar, és ha már itt tartunk, rengetegen kérdeztétek, hogy mi az a vödör, ami itt szokott lenni a anyós lábánál, hát az a vödör tartja, vagy takarja az akkumulátort szabályszerűen, mivel az akkumulátort le kell takarni, ha az utastérbe helyezzük el, tehát a vödör alatt az akkumulátor található. És mint ahogyan azt láthatjátok, bár mondjuk ebből nem látszik, de egyébként véget ért ez a mai verseny. Na, az autóm itt van mellettem, én pedig nézzétek el nekem, hogy ebből az autóból készítem ezt a videót, hajamat megint szépen összekócolta a szél, de hát ezt nézzétek meg. Úgy fúj a szél, hogy az nem igaz. Tehát gyakorlatilag viszi a szalagot, dönti ki a levert karókat, folyamatosan óriási nagy szélvihar van. Úgyhogy higgyetek el, ez nektek is jobb, hogy innen bentről beszélek. Egy kicsit azért befűtöttem, egyébként már kezd nagyon hideg lenni. Éppen várom az autómentőmet, hogy jöjjön értem és hazavigye ők elmét, én pedig hazamenjek ezzel a kicsikével. Gyakorlatilag ugye tudjátok, a két autó tök ugyanaz, csak ennek műszaki van, annak nincs, nem is kell rá. Nézzétek meg, ott megy a kis gyönyörűségem, ott viszik, én meg itt megyek után és nézhetem végig. Vigyázok rá, míg haza nem érünk. Össze ne törjön ennél jobban, mert, hoppá, is ködös az út, mert csak én törhetem össze, senki más.